Hello Győr, köszöntöm a Győr Plusz televízió nézőit. Találkozások, csapatépítés, ismerkedés a helyszínnel, gőzerővel zajlik a munka az EYOF körül. A Shift the Mission remek alkalmat adott arra városunkban, hogy párbeszédet folytassanak a csapatvezetők. Most a Győr Plusz stábja elkalauzolja önöket is a helyszínekre. A júliusi Győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra való felkészülés egyik kiemelkedő mérföldköve volt az elmúlt napokban a Shift the Mission szeminár, amelyre a résztvevő nemzetek csapatvezetői érkeztek a városba. Ők előadásokon hallgathatták meg az egyes területek, mint például az akkreditáció, a szállítás, az egészségügyi szolgáltatások, a biztonsági intézkedések, ceremóniák és az önkéntesség legfőbb tudnivalóit, és bejárhatták a versenyek helyszíneit is. A küldöttségvezetők között itt volt Győrben az úszósport egyik legnagyobb legendája, a háromszoros olimpiai bajnok Holland Peter van der Hugenben, aki mindig szívesen tér vissza Magyarországra. 1996-ban fiatalon, alig 18 évesen, Atlantában indulhattam az első olimpiámon. Emlékszem, hogy milyen csodálattal figyeltük a magyarokat. Hütler Károly és Rózsa Norbert is akkor volt pályafutása a csúcsán. Örültem, hogy a közelükben lehettem. Egerszegi Krisztinát pedig egyértelműen minden idők legjobbjának tartom. Ő volt a kedvencem, élmény volt nézni az úszását. A már említett legendákat is tehetséges generációk követték. A legutóbbi olimpián is nagyszerű eredményeket értek el a magyar úszók. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben is lesznek világklasszis magyar versenyzők. Amikor 15 évesen ott lettem az EYOF-on, az olimpiai falu tele volt velem egykorú, más országokból érkezett sportolóval. Meg is gyakorlatilag egy nyelvet beszéltünk a sport által. Azt üzenem a fiataloknak, hogy élvezzék ki ezt a lehetőséget, ami Győrben vár rájuk. Mindezt csinálják okosan, gyűjtsenek rengeteg tapasztalatot. Próbálják meg mindezt hasznosítani, akár a legnagyobb cél érdekében, hogy részt vehessenek majd egy felnőtt olimpián, vagy esetleg olimpiai bajnokok legyenek. It will help you to achieve the real Olympic Games, and hopefully you can win the Olympic Games. That would be very nice. Fábián László a riói olimpián volt a magyar küldöttség vezetője. Olimpiai bajnok öttusázónk azt mondja, az előkészületek egyik legfontosabb része a csapatvezetők találkozója. Rengeteg dologra kell odafigyelni a csapatvezetőnek, szállástól, utazástól, a biztonságon át, belső helyszínekről nem beszélem, és rengeteg kérdés is felmerül ilyenkor egy-egy csapatvezetőben. Ugye ez jöhet általában a sportolóktól, a szövetségektől, a különböző csapatoktól is, de magának a magyar csapat vagy az adott ország csapatának az összefogásánál is jelentkezhetnek ezek a kérdések, és ilyenkor lehet erre választ kapni. Természetesen folyamatos a kapcsolattartás a szervezőkkel minden esetben, és a levelezés az egy nagyon jó bevett formája annak, hogy erre a kérdésekre a választ megkapjuk, de itt a helyszínen azért a személyes megbeszélések, egyeztetések, az egy-az-egy meetingek, vagy a one-on-one meetingek azért sokkal közelebb hozzák az embert a megoldásokhoz, és ezért szerintem a legfontosabb része a szervezésnek ez a csapatvezetői értekezlet. A csapatvezetői értekezlet programján szerepelt három sportág sorsolása is. A ceremónián először a kézilabda csoportjait sorsolták ki. A lányok 8 csapatos mezőnyében a magyar válogatott Norvégia, Hollandia és Románia ellen játszik majd a továbbjutásért, még a fiúk Horvátországgal, Németországgal és Dániával kerültek egy csoportba. Lány kosárlabdázóink Csehország, Litvánia és Németország, a fiú kosarasok pedig Litvánia, Észtország és Törökország csoportjába kerültek. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált július 23-a és 29-e között 10 sportágban rendezik, 50 európai ország közel 3000 fiatal sportolójának részvételével. Eddig soha nem látott programmal készült a Győri Balett a Tánc Világnapjára. A Vaskakas Művészeti Központban a Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium a Győri Balett Társulatával közösen egy egész estés műsorral tették emlékezetessé a Tánc Világnapját. Zenéből, táncból a következő percekben nem lesz hiány. William Fomin és Ócsa Ganna koreográfiáját, Don Quixote történetét táncolják éppen a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola végzős növendékei és a középiskola kiemelkedő táncosai. A Vaskakas Művészeti Központban rendeztek különleges gálát az intézmény és a Győri Balett Társulat közreműködésével. Hatalmas sikere volt a gyerekek előadásának, amit Kis János, a Győri Balett igazgatója is méltatott. Az ötlet az Dercó Tiborén, az iskola igazgatója,
hogy mi lenne akkor, hogyha régóta nem ünnepeltünk együtt a gyerekekkel, és hát örömmel természetesen, úgyhogy nagyon nagy boldogság, hogy itt vagyunk. Ugye táncvilágnapi üzenetben mit mondott az ember? Az, hogy táncoljunk, az, hogy itt van sok fiatal, tehetséges gyerek, akik szeretik, megpróbálják önmagukat megvalósítani, nekünk pedig természetesen az a dolgunk, hogy segítsük őket. És pláne amikor ilyen szép ház van, tele van a nézőtér, és boldogok az emberek, én azt szoktam mondani, hogy a tánc az mindig felszabadítja a lelkeket, hát ez a mai este is így zajlik. Első-második felvonás a gyerekeké, a harmadik pedig a professzionális táncművészeké a Győri Balettél. Ez pedig már a Profi Táncosok műsora, melyet Velekei László koreografált. Ezt a darabot láthatta a nagy érdemű a szombati fővárosban rendezett nagyszabású gálán is. Szimfonikus balettommal, a belső hangokkal készülünk ma este is, azt adjuk elő, és ahogy említetted, holnap is. És van egy külön apropója egy picit, hisz a táncvilágnapját, ugye Jean-Georges Nauvernek a születésnapján ünnepeljük, és talán hozzá köthető a cselekményes balettnak az alapötlete. Viszont az én koreográfiám most nem a cselekményre épül, hanem inkább érzelmeket és gondolatokat fog közvetíteni. A harangozó díjas koreográfus hozzátette, fontos üzenete van a péntekihez hasonló rendezvényeknek. Nagyon jó látni, és nagyon fontos üzenete van, hogy ennyien itt vagyunk ma, ennyien ünnepeljük a táncot, és rendkívül sok tehetséges gyermeket látok, akiknek szinte vérükben van a tánc szeretete. Ez mindenképpen ígéretes jövőkép, és nagyon bízom benne, hogy egy nap ezekkel a kicsi gyerekekkel együtt tudok én is dolgozni, mint alkotóként, és bízom benne abban, hogy én is sokat fogok nekik tapsolni a jövőben. Ovációban és ünneplésben nem volt hiány ezen az estén. Kiára taps Matuza Adriennek, a Győri Balett kiváló táncművészének is, aki a szombati budapesti gálán átvehette az év legjobb kortárs táncművésznőjének járó díjat. A szigetközi gulyahajtáson kicsik és nagyok remekül érezték magukat a hétvégén. Autentikus népi hangulatban telt az esemény, ami Szent György naphoz kapcsolódó ünnep volt régen, ekkor hajtották ki először a legelőre a jószágokat. Szombaton ott jártunk mi is. Dunaszegen a falunap után ez a második legnagyobb rendezvény, ennek megfelelően számos településről és városból érkeztek látogatók az egész napos program kavalkádra. A mezőgazdaság és a hagyományápolás továbbra is a rendezvény alapját adja. Gulya szó az már önmagába adja azokat a lehetőségeket, amelyeket itt mindenféleképpen szeretnénk megmutatni. Tehát azért a mezőgazdaság és a állattenyésztés körüli dolgokat szeretnénk, hogyha azok is megismernék, akik még talán életükben nem is láttak élő állatot. Örömünkre szolgál, hogy államtitkár úr nagyon felkarolta ezt a rendezvényünket. Anyagi támogatásra is számíthatunk, és hozzátartozik még az is, hogy őnek is szívügye az, hogy azokat a hagyományokat, amelyek kicsit már feledésre merültek, kicsit felelevenítsük. Az, hogy látja ugye a technikai fejlődés, folyamatosan ugye fejlődik a világ, állandóan új kütyük jönnek ki, és közben pedig itt van ugye a hagyományőrzés. Én azt látom, hogy a gyerekek is ugyanúgy érdeklődnek, tehát ilyenkor le tudják tenni a tableteket, le tudják rakni a különböző eszközöket, mert ott sokkal fontosabb, hogy kint legyenek a szabadban és a természetben. Igen, első éven, tehát amikor először rendeztük, volt egy érdekesség, hogy aki a hálófonást mutatta be, egyszer megmutatta egy gyereknek a rendezvényen, hogy hogyan kell fűszfasipot készíteni, ez a fűszfa alatt volt a hálófonás, és ez futótűzként terjedt a gyerekek körébe, és az egész napja azzal telt el, hogy fűszfasipot készített a gyerekeknek, hisz azok akkor láttak először egy olyan dolgot, amit mi annak idején gyerekkorunkban nagyon gyorsan meg tudtunk csinálni. Még egy utolsó kérdés, hogyha már gulyahajtásról van szó, akkor a gulyáról mit kell tudni, hiszen nagyon szép számban érkeznek majd a szarvasmarhák. Itt a helyi gazdák, hál' Istennek, szívgyűjtnek tekintik ugyanúgy a szarvasmaratartást, mint ahogy elgondolták, és egyre inkább növekszik a létszám. Most jelen pillanatban, ha jól tudom, akkor több mint 400 darab állattal rendelkeznek, amiből 200 tenyészállat, azok most már kint vannak a másik pihenőhelyen, de itt most 218 darab szarvasmarra lesz elhajtva a közönség előtt.
A helyi gazdák számára a szarvasmarha tartás is fontos, ennek köszönhető az a szarvasmarha állomány, amelyből 218-at hajtottak el a közönség előtt. A gulyát egy csíkós, valamint a halászi lovasbandérium két lovasa vezette fel, miközben Benkovics Ferenc pápai prelátus megáldotta az állatokat. Az Atya, a fiúink, a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szervezők minden korosztályra gondoltak, a karikás ostor bemutató is megigézett minden látogatót. A harmadik szigetközi gulyahajtás egyik főszervezője a Fiatal Gazdák Országos Szövetsége volt, amely közel 7000 hazai, főként fiatal gazdával van kapcsolatban. Az utánpótlás nem egyszerű a mezőgazdaságban, de a szövetség azon dolgozik, hogy minél több fiatal érjen el. Össze kell kötnünk a fiatalokat az agráriumban. Ugye az elmúlt 20 évben azért nem volt arra lehetőség most már a mi gyerekeinknek sem, hogy teljes közéből megtapasztalják a szakmának a szépségeit. Hogy próbáljuk a falusi, de akár városi, de akár falusi fiatalokat is visszaterelni a gazdálkodásba. Aki a hétvégén Dunaszegre látogatott, az egészen biztosan kedvet kapott ahhoz, hogy több időt töltsön a természetben, és akár a gazdálkodásba is belekóstoljon. A Hello Győrrel egy hét múlva jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak a Győr Plusszal. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Rúzs öltöztette. Rúzs. Stílus, divat, elegancia.